Kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Pest megyei kormányhivatal Tahitót falui kormányablakában, a kormányablak ünnepélyes átadása alkalmából. Pető Katalin vagyok, a Szentendrei kormányhivatal munkatársa. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jeles eseményt megtisztelte jelenlétével Palics Etelka asszony, a miniszterelnökség területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkára, Tarnai Rihárd úr, a Pest megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, Hadházi Sándor úr, országgyűlési képviselő, Sajtos Sándor úr, Tahitót falu polgármestere. Tisztelettel köszöntöm továbbá Varga László urat, a Szentendrei járási hivatal vezetőjét, a környező települések polgármestereit, alpolgármestereit, jegyzőit és aljegyzőit, a Pest megyei kormányhivatal vezetőit, a kormányablak kivitelezésében közreműködő cégek képviselőit, minden kedves vendéget és a sajtó képviselőit. Felkérem Palics Etelka államtitkár asszony, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt kormány megbízott úr, tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt elnök úr és tisztelt hivatalvezető úr, tisztelt polgármester úr. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az itt megjelent meghívottakat, és nagy örömömre szolgál, hogy én nyithatom meg a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárság Tahitót falui KAB megnyitóját. Rövidítek, hiszen már így híresült el az integrált ügyfélszolgálatnak a neve, kormányablak megnyitóján. Örömömre szolgál, hogy én tehetem meg. Gyakorlatilag ezen a héten ez a második kormányablak, amit a héten át fogunk adni. A múlt hét pénteken Pilisvörösváron került átadásra Pest megyébe kormányablak. Itt Tahitótfalun a mai ünnepnapon örülhetünk ennek a szép integrált ügyfélszolgálati iroda átadásának. Nagy örömömre szolgál az is, hogy Pest megyében 22 darab kormányablak kerül majd fokozatosan átadásra, és ebből már több mint 6 kormányablak átadásra is került. Gyakorlatilag a miniszterelnökség célja az, hogy az állampolgárok minél jobban, minél gyorsabban tudják az ügyeiket intézni. Ennek szellemében a közigazgatás átszervezése, fejlesztése és az integrált kormányablakok kialakításában nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az ügyfelek minél jobb kiszolgálást kapjanak, és azokat kiszolgáló munkatársak is megfelelő munkakörülmények között tudjanak dolgozni. Ez a közös cél, amelyben közösen munkálkodunk a kormányhivatalokkal, nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen szépen teljesül, és ebben az évben mintegy 278 kormányablak kerül átadásra. Az ügyfelek elégedettségéről néhány statisztikai számot szeretnék most elmondani önöknek is. Igaz, hogy az elmúlt fél évben majdnem közel 2 millió állampolgár kereste föl a kormányablakokat, amelyben igazából csekély számban voltak azok, akik nyilatkoztak, de akik nyilatkoztak, 90% fölötti volt az elégedettségük, és olyan nyilatkozatokat is adtak, hogy tulajdonképpen az állami ügyfélszolgálati irodák az újonnan létesült kormányablakokba mind az ügyfeleknek a kiszolgálása, az ügyeik elintézése, mind a munkatársak hozzáállása professzionális szintű. Ebbe azt gondolom, hogy mind a kormányhivatalok munkája benne van, mind a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a képzései, és mind a vezetőknek az iránymutatása is meglátszik, és valóban a munkatársak lojalitása, elkötelezettsége, hozzáállása, amelyet természetesen köszönet illeti őket, egy olyan korszerű közigazgatást tud biztosítani az állampolgárok felé, amely azt gondolom, hogy joggal lehetett ilyen eredményeket hozni. Gyakorlatilag én azzal szeretném befejezni a megnyitómat, hogy mindenkinek kívánok elégedett ügyfelet, itt a Tahitótfalun is, és nagyon jó munkát az itt dolgozóknak. Jó egészséget mindnyájuknak. Köszönöm.
Köszönjük helyettes államtitkár asszony beszédét, felkérem Karnai Richárd kormány megbízott urat ünnepi beszéde megtartására. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár asszony, képviselő úr, polgármester úr, hivatalvezető úr, hivatalvezető hölgyek és urak, polgármester hölgyek és urak. Szeretettel köszöntöm én is Önöket. A kivétel erősíti a szabályt. Ez az a mondat, ami engem nagyon régóta elgondolkodtat, és nem tudom eldönteni, hogy igaz-e, vagy pedig nem igaz ez a mondat. Mert egyfelől ott van a szabály, ami kiszámíthatóvá teszi a dolgokat, amihez lehet igazodni, amivel kapcsolatban tudjuk, hogy mire számíthatunk, és túl sok meglepetést nem okozhat. Másfelől pedig ott van az élet, a maga sokszínűségével, és a kiszámíthatatlan helyzeteivel, és ezért szoktuk azt mondani, hogy az élet szép. Most erősíti a kivétel a szabályt, vagy nem, ez azért merült fel bennem, mert a szabály az az, hogy minden járás székhelyen legyen kormányablak. Itt vagyunk Tahitót faluban, ami nem járás székhely, és mégis egy kormányablak megnyitón vagyunk. Most akkor a szabálya fontosabb, vagy pedig az a kivétel, ami erősíti vagy nem erősíti. Én azt gondolom, hogy nem az ezen való filozofálás kell, hogy a munkánkat meghatározza, bár szabad időmben ezt teszem, mint ahogy ezzel kezdtem, hanem életszerűen kell dönteni. Márpedig az itt lakó emberek, a szigeten lakó emberek és a szűk környezetben lakó embereknek az az érdekük, hogy ne kelljen a járásszékhelyre beutazniuk, ne kelljen átjövén a szigeten még fölülni mondjuk egy buszra, és elmenni Szentendrére vagy máshova, hanem itt helyben intézhessék el az ügyeket. Márpedig, ha ez így van, és az itt élő emberek érdeke ezt kívánja, akkor engem abszolút nem érdekel, hogy a kivétel most erősíti-e a szabályt vagy nem. Mindent el kell követni, hogy itt kormányablak legyen. És nem csak egyedül voltam ezzel a gondolattal, hanem hatházi képviselő úr is ezt a gondolatot erősítette bennem, Harrak frakcióvezető úr, aki itt lakik a településen, nem olyan messze ő is, és hát nem utolsó sorban polgármester úr és a testület is a gondolkodáson túl még nagyvonalú gesztust is tett ennek az épületnek a megvásárlásával. Mert hogy ezzel mindenki jól jár. Ez mindenkinek az érdeke. Az itt lakó emberek, a város, a polgármester, a képviselő, az állam, mindenki jól jár ennek a kormányablaknak a létrehozásával. Ha pedig ez így van, akkor miért ne térjünk el a szabálytól? Én tehát azt kívánom, azon túl, hogy megköszönöm mindenkinek, aki akár lobbizott ezért erősen, és itt állt mindig a sarkunkban, hogy megvalósítsuk, akár polgármester úrnak és a testületnek, aki biztosította ezt a helyszínt, és mindent elkövetett, hogy ez megvalósulhasson. Tehát a köszönet kifejezésén túl azt kívánom mindenkinek, hogy amikor eljön ide, és nagyon rövid ideje van hezitálni az ilyen filozófikus kérdéseken, hiszen reményeink szerint gyorsan sorra kerül, és az ügyet el tudja intézni, de ha mégis marad egy-két perc erre, akkor az életét is, a magánéletét is nyugodtan alakítsa úgy, hogy legyenek szabályok, amiket követ, amihez lehet alkalmazkodni, és ami kiszámíthatóvá teszi ő saját maga és a környezetében élő barátai, ismerősei, szerettei számára az életét, de azért legyen elég kurázsi az emberben, hogy eltérjen néha ezektől a szabályoktól, akár erősíti, akár nem ez a tevékenység a szabályokat. Én tehát átadnám a szót is, és államtitkár asszony után jó magam is figyelmükbe ajánlom ezt a kormányablakot. Használják, üljenek itt, filozofáljanak, de leginkább gyorsan intézzék el az ügyeiket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük kormány megbízott úr ünnepi szavait. Felkérem Hatházi Sándor országgyűlési képviselő urat ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt helyettes Sándor asszony, kormány megbízott úr, polgármester úr, hivatalvezető úr, tisztelt polgármester urak és jegyző hölgyek, jegyző urak. Ezt nagyon örülök annak, hogy elérkezett ez a nap, és az első szó az a köszönet. Szeretném megköszönni kormány megbízott úrnak, helyettes államtitkár asszonynak és a kormánynak és mindenkinek, aki ebben együttműködött és elfogadta érveinket, amelyek közül az első az az volt, hogy a választási ígéretünknek megfelelően próbáljuk meg elérni azt, hogy közelebb vinni a közigazgatást az emberekhez, és megkímélni őket attól,
hogy több napi szabadságot kelljen kivenni, hosszú utakat kelljen megtenni ügyeik intézése érdekében, hiszen a kormánynak szolgáltatási feladata van ebben a kérdésben, és nem büntetési feladat, tehát nem az a célja ennek a kormányablaknak, hogy a törvényt számon kérjen mindenkin és betartsa, hanem segítse az embereket, az ügyfeleket ügyeik intézésében. És ez egy nagyon nagy lépés, hiszen az agglomerációban élő emberek nagyon jól tudják azt, hogy a szolgáltatások elérése nagyon sokszor áldozatokat követel, időt, pénzt, az utazás az rendkívül megterhelő a környezet számára és az egyén számára egyaránt. Sajnálatos módon még ma is az állampolgárok jelentős része Budapesten és nagyobb városokban találja meg ezeket a szolgáltatásokat, illetve a munkahelyt is. Éppen ezért nagyon ilyen reggelente és a délutáni időszakban vándorlásszerű forgalom mutatkozik a 11-es úton, a 10-es úton és a jelentősebb utakon, és ez mind idő, ez mind pénz, és szeretnénk azt elérni, hogy itt helyben ezeket a szolgáltatásokat elérhessék az emberek, és ebben egy fontos állomás ez a kormányablak, hiszen itt a közügyeket, a saját ügyeket lehet elintézni. Célunk továbbá az, hogy mindemellett a munkahely teremtésben is jelentős előrelépésre tegyünk szert, az oktatás fejlesztésében és minden olyan közszolgáltatásban, amely az emberek életét jelentős mértékben meghatározza. Úgyhogy szeretném még egyszer köszönetemet kifejezni mindenkinek, és kívánom azt, hogy ez a kormányablak is betöltse azt a szerepet, amit a kormányzat szánt neki, és kívánom azt, hogy örömét lelje az itt élő lakosság. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen országgyűlési képviselő ünnepi beszédét. Felkérem Sajtos Sándor polgármester urat, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt helyettes államtitkár asszony, kormány megbízott úr, képviselő úr, helyes hivatalvezető úr, én magam is nagy büszkeséggel köszöntetem önöket, és ha katonás akarok lenni, akkor annyit mondanék, hogy egyetértek az előttem szólókkal. Tekintettel arra, hogy a tisztem többet megkíván, én magam is köszöntöm a környező polgármester urakat, a jedzőket. Úgy is mondhatni, hogy mi erre régóta készültünk erre a dologra. Nem csak azért, mert felálljátok az ingatlan megvételt abban az esetben, ha itt kormányablak létesül, hanem egy megfelelő desztinációt is ki kellett ez alakítani. Itt néhány évvel ezelőtt egy murvás parkoló volt. Nem volt zebra, itt épült három zebra. Rendeződött a bizonyos mértékig az útnak az állapota, a minősége, a járdák minősége. Részben felújításra került a közelben lévő posta, ami nagyon fontos egy kormányablak működésében. És valójában több mint 20 ezer állandó lakosnak az igényét fogja reményeink szerint segíteni az ügyintézést. Ugye ismerjük Szentendrének a lehetőségeit, adottságait is, ez nagyon jó, hogy a kormányzati szándékkal egyetértésben sikerült itt létrehozni ezt a kormányablakot, és mindig örülök, amikor itt jelen van körünkben, van ennyi polgármester, illetve a kormány megbízott úr, illetve a képviselő, akkor mindig valami ünnepi eseményre kerül sor, és most ragadja meg az alkalmat, hogy tisztelettel meghívom önöket szeptember 17-én tartandó gát átadó ünnepségünkre. Én azt gondolom, hogy maga ennek a gátnak a megléte és szerepe, ez is egyfajta olyan biztosíték a híd számára, hogy szélső időjárás körülmények között is megközelíthető legyen a kormányablak. Tehát összefügg minden mindennel, és ezt látva törekedtünk arra, hogy ez a kormányablak megépüljön. Én több alkalommal itt voltam és néztem a belső munkálatokat, és hát miután látom, hogy néhány ember megtörölte a homlokát, elmondanám, hogy kettő darab légkondicionál be van építve a gépészeti eleme, hát erre már a büdzséből nem futotta. Én arra próbálnám majd a környező polgármester urakat és testületet ösztökélni, hogy dobjunk össze egy kis pénzt, néhány 10 000 forintot, és vegyünk ide a belső helyiségbe két légkondicionál berendezést, hogy segítsük a kormányzat szándékát és munkáját. Én azt gondolom, hogy ezt a szándékot megerősítve a testület ezt támogatni fogja. Ez egyébként 65 és 70
70 000 forint között van, csak hogy átérjek a praktikus gyakorlatokra. Ma reggel felvettem a kapcsolatot a kivitelezővel, aki itt a gépészeti munkát elvégezte, tehát erre van esély és lehetőség, ha ezt eltetszik fogadni tőlünk ezt a felajánlást. Én kívánom önöknek is, a polgároknak, hogy azt a szándékot és azt a lehetőséget teremtse meg önök számára, amely valamikor célként fogalmazott meg. És annak is örülök, hogy nem csak hivatalos személyek, hanem tajtó polgárai közül is több arcot látok itt. Ez egy nagy öröm, tehát látható, hogy van érdeklődés a kormányablak megnyitásával kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm végezetül a döntés előkészítők és a döntéshozóknak a munkáját, mert csak ebben a közös szándékkal tudott ez a mai nap létrejönni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és jó munkát kívánok! Köszönjük szépen polgármester úr beszédét!